Kilép a Jobbikból Jakab Péter, miután a párt jelenlegi elnökétől ultimátumot kapott. A párt előző vezetője a Jobbik listán szerzett országgyűlési mandátumát megtartva független képviselő lesz. A héten a legfőbb bizalmasának számító volt kabinet főnöke. Molnár Renikő a nyílt utcán vitatkozott össze a párt elnök helyettesével, akit egyebek mellett azzal vádolt, hogy ő buktatta meg Jakab Pétert. Ezekről is szó lesz most. Palóc Andrea vendégünk, a század végvezető elemzője. Jó estét! Jö estét, üdvözlöm a nézőket is! Ha időrendben megyünk végig az eseményeken, akkor hétfőn volt ez a bizonyos utcafórum, ahol is Molnár Enikő, Jakapéter Péter volt kabinet főnöke, gyakorlatilag neki esett potocskenni Körösi Anitának, a Jobbik elnök helyettesének, és tulajdonképpen ebből jött aztán Gyöngyösi Márton Facebook posztja és a Péter válasza. Egy picit álljunk meg ennél az utcafórumon lezajlott jelenetnél. Az, hogy egy pártban így intézik el a vitás ügyeket, az milyen képet fest a párt belügyeira? Ha nem pártról lenne szó, hanem két ismerősről, akik emberi méltóságban tisztelik egymást, akkor sem volna ez túl ildomos. Hát még így, hogy egy párt, amely mondjuk a választóktól nem még, még bizalmat kért az ország vezetésére, ezt a típusú hazzállást mutatja, hogy az utcán gyakorlatilag méltatlanul egymást nem tisztelve konfrontálódnak. Hát ez mindenképpen elgondolkodtató, nem véletlen, hogy a jobbikban ekkora a probléma. És erre válaszul érkezett, vagy erre reagálva a Gyöngyösi Márton pártelnök Igen. Facebook posztja, amelyben gyakorlatilag megkérdezte a Pétertől, hogy ez szerintem rendben van-e, illetve hát, kritikával illette a volt pártelnök stílusát. Mennyire volt méltó ez a módszer? A, ugye a Péter válaszul azt mondta, hogy kilép, és hát azért ott volt néhány személyeskedő megjegyzése is Gyöngyösi Márton, illetve a párt belügyei felé. Mennyire volt Méltó ez a módszer egy volt, párt, volt pártelnökhöz, egy országgyűlési képviselőz, aki elhagyja a pártját. Szerintem egy felelősségteljes vezetőhöz, de akár mondhatjuk úgy, hogy egy korábbi kollégához is méltatlan, tehát hogy ez, ez nem csak a e politikában, hanem bárhol, hogyha így viselkednének egymással emberek. Az meg külön talán érdekesség, hogy Jakab Péter többször másokat azzal vádolt annak idején, mikor Jobbikból kiléptek és listás képviselők voltak, hogy adják vissza a mandátumukat, mandátum tolvajoknak nevezett ilyen korábbi Jobbikosokat, most úgy nyilatkozott, hogy ő megtartja azért a mandátumát független marad egyelőre, aztán meglátjuk, hova ő. De azért mégis csak érdekes, hogy van egy ilyen kettős mérce Jakab Péternél, amikor mások mennek el az általa vezetett pártból és frakcióból, azok mandátumtól vagyok, amikor ő tesz hasonlóképpen, akkor meg az úgy tűnik rendben van. Igen, 2018-ban a mi hazánkba belépő politikusokról mondta azt, hogy hiteltelen politikusok, és ő most azzal indokolta azt, hogy megtartja a mandátumát, hogy ő a közös ellenzéki listán, a közös ellenzéki szavazóktól kapott bizalmat, és ő ezért nem adja vissza. Hiteles erre hivatkozni? Nézze úgy, hogy az előválasztás második fordulójába sőtött be, talán a részéről lesz kevésbé kevésbé egy hiteles dolog, és ha azt nézzük, hogy a Jobbik meg hát régóta szerepelt ennyire gyengén választáson, alakíthatott ennyire kicsi frakciót, akkor meg különösen, hogyha mondjuk 18-hoz nézzük a Jobbikot jelenlegi állapotában, akkor talán éppen arról van szó, hogy a Jobbik teljesítménye nem indokolja azt, hogy őt vállon veregesse bárki. Jakab Péter egyébként ön szerint el, ugye elindult Piskolcról, Először önkormányzati képviselő, de, ha jól emlékszem, aztán szóvivő, és aztán ugye egészen a pártelnökségi elnökségi menetet, talán az első komoly bukás az a miniszterelnök jelölti jelölti verseny során érte őt el. Itt kellett volna neki visszább mert ugye emlékszünk, ezután következett talán a, a zsákkrumpli a parlamentben, és hát voltak itt egyéb megnyilvánulások is, horontotta ő el? Valószínűleg ott, hogy összetévesztette a közösségi médiában a figyelmet a különböző botrányokkal, azzal, hogy ez együtt jár -e azzal, hogy szavaznának erre szívesen az emberek. Ugyanis az történt, hogy nagyon sokszor amúgy nem az ő szavazótáborából, hanem az ellenzék más pártjainak kemény magjából érkeztek adott esetben kedvelések, kommentek, reakciók az ő különböző botrányaira, hiszen alapvetően egy harsány hangot ütött meg, de ez nem járt együtt azzal, hogy közösséget épített, hogy pártot szervezett, és végképp azzal, hogy egy komolyan vehető olyan emberről lenne szó, akire rábíznák többen szívesen az ország sorsát. De Gyöngyösi Márton is ezt mondta, hogy mém lett Jakab Péterből, hogy politikai mémeket gyártanak róla, és hogy nem egy komolyan vehető politikus. Igen, mondjuk ez Gyöngyösi Mártontól külön érdekes, aki meg bár nem mém lett, de ő azért meg listázta volna a zsidó képviselőket, most meg az LP-ben ül, és úgy vezet egy itthoni pártot, bár még nincs is beegyezve, ugye nemrégiben ez is fölmerült, hogy még nincs átiratva az, hogy ő a pártelnöke. Nagy ebből a szempontból érdekesség, hogy Gyöngyösi Márton ilyen kritikákat fogalmaz meg. Igazából teljesen lényegtelen, hogy ki vezeti a jobbikot, ezek a végnapja ennek a pártnak. Jakab Péter a kilépési Facebook posztjában azért még visszaszúrt Gyöngyösi Mártonnak és a Jobbiknak, gyakorlatilag azzal vádolta meg Gyöngyösi Mártont, hogy ő a, a kormány vagy a kormány párt embere. Igen, ezt korábban Márkizai Pétertől láthattuk. Úgy tűnik ez az ellenzéki politikusoknál, az, aki nem ért velük adott esetben, adott vitaszituációban egyet, akkor ez egy ilyen végső érv, vagy egy ilyen végső mondás, hogy akkor az a politikus, az igazából a kormánypártok embere. Hát nézze, ez nagyon nehéz elképzelni, de az egy nagyon kétségbeesett állapotot jelent, amikor egymást ezzel dobálják ellenzéki politikusok. Azt mondta, hogy a végnapjait éli a jobbik. Igen. Ez mit jelent pontosan? Meg fog szűnni a párt? Látunk egy olyan mintázatot, ami annak idén az SZDSZ-nél volt az utolsó években. A frakció körül igazából bizonytalan a vezetés, nincs egy egyértelmű irány, a szövetségi rendszer is kezd felbomlani. Kérdés, hogy kinek áll még érdekében a jobbikot erősnek tartani. És közben azért meg látunk egy olyan újdonságot is, hogy a mi hazánk meg egy komoly alternatíva, a korábbi uh, botrányaikkal ellentétben most ők próbálnak meg egy komolyan vehető uh, jobboldali, uh, talán radikálisabb jobboldali ellenzék lenni, és ebből a szempontból úgy tűnik, hogy a parlamenti munkában legalábbis sokkal inkább jeleskednek, mint a jobbik. Az ellenzéki térfelet hogyan alakíthatja át a jobbik krízise, vagy esetleges megszűnése? Igazából ez valamilyen jelest letisztíthatja a képet, tudom, hogy ez lényegében ellentmond annak, hogy Jakab Péter új pártot szeretne, de hát Márki Péter is beszélt arról, hogy új pártot szeretne, azóta sincs új párt. Elindulhat az a folyamat, hogy összeáll egy valamilyen zöld tömb, a Momentum és a DK, és főleg a DK vezetésével egy ilyen, egy ilyen balos tömb összeáll, és ehhez képes egy mi hazánk a Jobbik, meg hát igazából elporlad, jelentős rész után mi hazánkba talál új menedéket a másik részük pedig marad az ellenzéki összefogás valamelyik pártjánál. Hogyha itt említette Jakab Péter új pártját, valóban nagyon aktív ő a Facebookon a kilépése óta eltelt egy másfél napban elég sokat posztolt, és megjelent ez a néppártyán szlogen már a neve mellett, vannak ott megszerkesztett plakátok, és azt plegykelják, és ugye erre talán Nyugyösi Márton is utalt ebben a bizonyos posztban, hogy új pártot készül alapítani, mégpedig augusztus 20-án fogja ezt bejelenteni. Mennyire van az neki jövője itt a magyar politikai életben ezek után? Nézze, végül is ki lehet gugolni ezt a pár esztendőt, hiszen benn van a parlamentben, tehát ebből a szempontból azért valamennyi erőforrása van, de sem a társadalmi igényt, sem az óriási mozgalmi jelleget nem látjuk-e mögött a dolog mögött. Jobbiknak ez egy érdekes útja, hogy egyre többen szeletelnek ki még maguknak, ugye a mi hazánk is ezen a farvizon indult el egy szeletet, igazából ezzel tovább erősíti a jobbik gyengét, és egy valamit viszont ne vitassunk el, Jakab Péter ismertsége lényegesen nagyobb, mint a megmaradt jobbikos politikusoké, a jobbik számára ez egy külön kihívás lesz, hogy ki tudnak fölépíteni helyette. Jakab Péter, hogyha nem is mond mindig bölcs dolgokat, az biztos, hogy többek számára ismert politikus. Gyöngyösi Márton nem elég erős ember a jobbik élén, hogy esetleg megpróbálkozzon azzal, hogy életben tartsa a pártot? Nézze, az a politikus, aki a belpolitikai munka helyett annak idején az LP-t választotta, hogy kikerülje ezeket a konfliktusokat, onnan nagyon nehéz visszafele jönni, főleg úgy, hogy a jobbik hagyományosan azért volt erős régebben, mert helyben a kis településeken, főleg Kelet-Magyarországon és Észak-Magyarországon komoly beágyazottsága volt, ezt nem lehet brüsszeli képviselőként kiépíteni. Mások is követhetik esetleg a Pétert? Ez könnyen elképzelhető, bár Potocskáni arról beszélt, hogy a frakció ebből a szempontból fegyelmezett, de az alapszervezetek szintjén azért látjuk, hogy Jakab Péter most már többször tett ki olyan bejegyzést, ami arról szól, hogy lényegében járja az országot is különböző alapszervezetekkel tárgyal, szóval ebből a szempontból az elképzelhető, hogy pár megmaradt alapszervezetet, 8-10 főseket áthoz esetleg magához. Persze az jó kérdés, hogy milyen csábító erővel lehet ezt megtenni, hiszen erőforrásokban azért korlátozott az ő lehetősége. Igen, ugye erről, erről is voltak különböző elejtett megjegyzések, hogy itt azért ő valahogy pénzeket akart kimenteni a Jobbikból, és talán ez a pénz, ez a 100 millió forint körüli összeget írt a sajtó, ez jelenthetett volna valamiféle tőkét ehhez az új párthoz? Nos igen, ez meg szokott jelenni, amikor valaki távozik, akkor hát utána kiderül, hogy hát ezt nem üres kézzel tette volna, itt is vannak ilyen feltételezések, Jobbikos politikusok beszéltek erről, nyilvánvaló, hogy ez komoly, akkor ezt majd kivizsgálják, és erre fény derül, de az biztos, hogy Hát nem a leghűségesebb pártvezetőről tesz tanul bizonságot, hogyha tényleg kiderül, hogy nem csak elhagyta volna a pártját, hanem még a pénzügyileg is egy nehezebb helyzetbe hozta volna. Ha Jakab Péter mégiscsak létrehozza ezt az új pártot, akkor az, az ellenzéki oldalon vajon milyen szerepet tölthet be, vagy átrendezheti, beleszólhat-e az erőviszonyok alakulásába? Hát logikailag mindenképp érdekes lenne, mert arról beszélnek most már évek óta az ellenzéki politikusok, hogy túl sok a párt, tisztítani kéne a képen, ehhez képest úton útféle mindenki évente, két évente alapít egy-egy új pártot, amelytől várják a megváltást. A kiábrándult fideszes szavazók és a, a mérsékelt konzervatívok, ez már többször elhangzott, hogy erre szükség van, mint párt, olyan, ami korábban nem volt a terítéken, de a hát gyakorlatban azt látjuk, hogy sem Pálinkásnak, sem Márkizaj Péternek, ez nem volt egy ilyen szempontból járható út. Jakab Péterről meg sok mindent el lehet mondani, talán a polgári és a, a konzervatív és a kimért, az talán nem az ő legfontosabb jelzői. Palóc Andréna, köszönjük szépen. Köszönöm.